Na, hello pingvinek, itt Nessai, ez pedig a Moral Machine. Egy kicsit más jellegű videó lesz ez, mint a megszokottak tőlem. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ezen a honlapon, amit a képernyőn láthattok, információt gyűjtenek a fejlesztők, emberi perspektívát szeretnének adni bizonyos döntéseknek, amit felhasználhatnak az önjáró autók mesterséges intelligenciájának fejlesztéséhez. Tudom! Ez egy kicsit így meredek elsőre, gyakorlatilag arról van szó, hogy morális dilemmákat fogunk kapni a képernyőn, ahol egy önvezető autó, tehát sofőr nélküli autónak el kell döntenie, hogy egy nehéz szituációban, egy balesetben a két rossz közül melyiket válassza. És nekünk, mint külső szemlélőnek, ez lesz az én feladatom, el kell dönteni, hogy az önjáró autó mit csináljon, mit tegyen, melyik a kisebb rossz. Meg fogjátok látni, hogy ez hogy néz ki. Ez kivételesen nem lesz olyan rohadtul humoros videó, de fontosnak tartom, hogy egy kicsit beszélgessünk ilyen komolyabb kérdésekről is. Aztán persze lehet, hogy átmegyek full kreténbe, ezt nálam sose lehet tudni. Minden esetre kezdjünk el ítélkezni, nézzük meg, hogy tulajdonképpen miről van szó. Mit tegyen az autó? Hangzik ugye a kérdés. Nézzük meg a képek leírásait. Van ugye kettő darab esetünk, illetve pontosabban egy darab esetünk van, kettő megoldással. Döntsük el, hogy melyik a helyes. A baloldali képen arról van szó, hogy az önvezető autónak hirtelen elmegy a fék rendszere, és vagy tovább megy egyenesen, és áthajt egy idős emberen, egy fontos férfi vezetőn, egy átlagos emberen, és egy kövér emberen. Tudom, most lehet, hogy röhögsz, hogy kövér ember, meg vezető beosztásba lévő ember, cégvezető, meg egy öreg ember, meg egy átlagos ember, de majd meglátjátok. A második esetben ugye elmegy a fék, és az önvezető autó inkább úgy dönt, hogy áthajt a másik sávba, ahol van egy öreg hölgy, egy öreg cégvezető hölgy, illetve bocsánat, egy öreg hölgy, egy cégvezető hölgy, egy átlagos hölgy, illetve egy kövér hölgy. Gyakorlatilag ebben az esetben arról van szó, hogy azonos pozícióban, azonos életkorban és azonos egészségügyben, vagy egészségügyi helyzetben lévő emberek közül a férfiakat üti el az autó, vagy a nőket. Szerintem ebben az esetben ez nem egy nehéz kérdés, illetve biztos az, majd ti megmondjátok, hogy hogyan döntenétek a komment szekcióban. Szerintem, ha csak arról van szó, hogy elütünk 5 férfit vagy 5 nőt, akkor az autónak úgy kell döntenie, hogy a férfiakat üti el. Szerintem ez nem kérdés. A nők a gyengébbik nem, őket becsüljük többre. Ha meg kell értük halni, meghalunk értük. Ez a tegnapi Elegem van a nőkből című Sims videó után remélem egy kicsit visszahoz engem ebből a morális helyzetből. Én azt mondom, hogy életkorra meg minden egyébre ott tekintet nélkül ebben a helyzetben az autónak a férfiakat kell elütni. Következő szituáció. Nézzük, ez már bonyolultabb. Szintén elmegy a fék, az önjáró autó nem tud megállni. Kit üt el? Egy öreg embert, vagy egy macskát. De várjál, nem ilyen egyszerű, mert az öreg ember szabályosan megy át az úton, a macska pedig szabálytalanul. Ha jól látom. Igen. Tekintve, hogy emberéletről, illetve macska életről van szó, ráadásul az öreg ember szabályosan közlekedik, azt kell, hogy mondjam, bármekkora állatvédő is vagyok, és bármennyire szeretem az állatokat, a szabálytalanul közlekedő macskának kell mennie, úgyhogy itt a jobboldali kép lesz a miénk. Viszlát, szenyor cica, sajnálom. Na, bonyolódik a helyzet. Baloldali kép. Szintén fék elromlás, nem tudom, hogy lesz-e más szituáció, de nem tudunk megállni. Az autót, autóval szemben ugye most van egy blokkád, láthatjátok. Vagy elrántja az autó a kormányt, és akkor megöli a szabályosan közlekedő idősnőt, kövérnőt, férfi atlétát, férfi kisfiút és egy kutyát, vagy az autó egyenesen tovább megy bele a falba, és megöli az utasokat, akik egy idős nő és egy kövér nő.
De most nem fogalmaztam szépen, tehát telt nő, de most értitek a lényeget, most ne ezen sértődjünk meg. Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy az úton, a zebrán van kisfiú, van idős, van fiatal férfi, nő, vannak összesen öten a kutyával együtt, a kocsiban meg vannak ketten. Egyértelmű, hogy szerintem a kocsinak egyenesen kell a blokádba hajtania, ez a kisebb rossz. Ezekben a szituációkban mindig ezt kell keresni. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben búcsút kell inteni az idős nőnek és a kövér nőnek. Még egyszer mondom, a nyers fogalmazásért elnézést. Na, következő szituáció. Az autó vagy áthajt a szabálytalanul közlekedő női doktoron, női cégvezetőn, női atlétán, egy átlagos férfin, vagy a férfi orvoson, akik szabálytalanul közlekednek, vagy áthajt a szabályosan közlekedő női orvoson, női cégvezetőn, női atlétán és egy darab emberen. Annyival nehezedik itt a helyzet, hogy azok, akik szabálytalanul közlekednek, azok többen vannak. De szabálytalanul közlekednek. Tehát ebben az esetben számomra nem kérdés, hogy hiába van egyel több személy a baloldali esetben az áldozati listán, tehát több életet vesztünk el, ők szabálytalanul közlekednek. Aminek megvan a maga velejárója. Ez most már nehéz kérdés, vitatkozhattok velem a komment szekcióban, hogy a hülye nesszáj inkább kiolt egyel több ember életet, csak mert szabálytalanul közlekednek, ahelyett, hogy áthajtana a szabályosan közlekedőkön, mert ott mégiscsak egyel kevesebb ember hal meg, és ére egy ember életet az, hogy szabálytalanul közlekedik. Az én morális értékeim szerint lehet vele vitatkozni, és lehet, hogyha jobban átgondolnám, akkor nem így döntenék, inkább azt az öt embert üssük el, aki szabálytalanul közlekedik, mint azt a négyet, aki szabályosan. Úgyhogy én a baloldali képet választom. Látjátok, bonyolódik azért a helyzet. Na, a baloldali képen áthajtunk a szabályosan közlekedőkön, akik két hölgy, egy férfi és egy kövér férfi, vagy belehajtunk a blokádba, és akkor az utasok halnak meg, akik két női atléta, egy férfi atléta és egy átlagos férfi. Jaj, igen. Az igazság, hogy ugye itt ennél a morális játéknál a játék különbséget tesz idős, fiatal, vezetőbeosztásban lévő, egészséges, kövér vagy testes ember között, atléták között, de tehát hogyha elromlik az önvezető autó, amit te vásároltál a saját felelősségedre, akkor nem hozhatom meg azt a döntést, hogy áthajtok egyenesen a szabályosan közlekedő embereken, hanem akkor inkább elrántom a kormányt, és akkor belehajtok a blokádba. Persze, nyilván, hogyha te ülsz az autóban, akkor ne ezzel hozod meg azt a döntést, hogy inkább vágjon engem falhoz az autó, mint hogy elüssem a szabályosan közlekedő embereket. Plusz ugye ott van az, ebben a kérdésben elrejtve, hogy ez valakinek számít, hogy a zebrán van egy kövér férfi, míg az autóban többnyire atléták ülnek, akik egészségesen élnek. De én akkor is azt mondom ebben a helyzetben, hogy ne üssük el a zebrán lévőket, rántsuk félre a kormányt. Jó van, eljutunk a feléhez lassan, és egyre bonyolódik a helyzet, én meg leépítem magam morálisan a szemetekbe. Valószínűleg ez a videó nem lesz annyira vonzó sokatok számára, tudom, de szerintem érdemes erről beszélgetni. Na, üres autó, áthajtunk a szabályosan közlekedő idős férfin, idős hölgyen és átlagos férfin, vagy elrántjuk a kormányt és áthajtunk a szabálytalanul közlekedő nőn, gyermeken és férfin. Na ez nehéz, ez nehéz. Szabálytalanul közlekedő, házas pár mondjuk, gyerekkel. Tehát egy szabálytalanul közlekedő család, vagy pedig elütöd a szabályosan közlekedő időseket. Ezért hívják ezt morális játéknak, és itt lesz igazán érdekes.
Tehát vajon az, hogy az idősek szabályosan közlekednek, többet ére annál, mint hogy a másik oldalon egy gyerek van. Ez a legfontosabb, mert az hagyján, hogy ott egy házaspár, de ott egy gyerek is. Az én szememben hiába közlekednek szabályosan az idősek, hogyha az autó, a mesterséges intelligencia különbséget tudna tenni életkorban, akkor azt mondom, hogy ha csak azt nézzük, hogy meg kell halnia az idősnek vagy a fiatalnak, akkor nyilván a gyerekek mindenek fölött. Úgyhogy én a baloldali esetet mondom ebben a helyzetben, na de ez már tényleg olyan szituáció, ami lehet vitatkozni. És lehet, hogy meg tudtok engem győzni arról, hogy ez nincs így. De én azt mondom, hogy ebben az esetben a szabályosan közlekedő idősöket plusz azt az egy férfit üsse el az autó, mint sem a családot. Akik ugyan szabálytalanul közlekednek. Á, fene tudja. Ez nehéz, ez nagyon nehéz. Menjünk tovább. Hűha. Nagyon sokan vannak, azt lássuk be. Mindenki szabályosan közlekedik. Az első esetben elütünk egy átlagos férfit, egy férfi atlétát és három női atlétát. A második esetben elütünk egy kövér férfit, egy átlagos férfit, két kövér nőt és egy átlagos nőt. Ugye a második esetben is három hölgy, két férfi van, és az első esetben is három hölgy, két férfi van. A kérdés az, hogy elrántja-e a mesterséges intelligencia a kormányt annak oltárán, hogy a második esetben elhízott emberek halnak meg. Ez csúnya. Ez csúnya. Mert ugye miért értékelnénk kevesebbre az elhízott embereket, mint az atlétákat. Tehát, hogyha visszamegyünk az ősemberekig, tehát a régi korokba, meg amúgy is, nyilván, ha valaki egészséges, az a fajfenntartás szempontjából fontosabb. De a 2010-es éveket írjuk, attól, hogy valaki kövér, nem lesz kevesebb, mint az, aki ki van sportolva. Bár valószínűleg, aki ki van sportolva, az tovább fog élni. Tehát, ha őket ütjük el, több évet veszünk el az emberektől. Hosszabb életeket oltunk ki, mint hogyha az elhanyagolt embereket ütjük el. Mégis azt gondolom, hogy azért egy autó, ami egyenesen megy, ne ránts el a kormányt, mert akkor kövér embereket. Tudom, elmondtam már, én most így fogalmazok, senki ne vegye magára. Ne ránts el az autó a kormány csak azért, hogy kövér emberek halljanak meg, ahelyett, hogy atléták. Tehát, hogy ez nem lehet szerintem szempont. Bár felmerül a kérdés, hogy akkor a férfi-nő dolog miért lehet szempont, hiszen szintén 2010-es éveket írunk, női egyenjogúság, meg feminizmus, meg faszom tudja. Én egy ilyen konzervatív gyerek vagyok, előreengedem a lányokat az ajtóba, meg minden ilyen kutya faszat, tehát nálam ez számít, a kövérség nem, azért jó ez a videó, mert tudunk róla beszélgetni lenn. Én azt mondom, hogy menjen tovább egyenesen az autó, nem számít, hogy valaki milyen egészségügyi helyzetben van. 8-as kép. Lássuk. Az első esetben a szabályosan közlekedő kövér férfi és a kisfiú hal meg, a második esetben a szabálytalanul közlekedő kövérnő és kislány. A dilemma gyakorlatilag annyi, hogy a szabályosan közlekedő férfiakat vagy a szabálytalanul közlekedő hölgyeket üti el az autó, most hogy kisfiú meg vagy idős fiú, az ebből a szempontból tök mindegy, mert a különbség annyi a két szituáció között, hogy lány-fiú, szabályos-szabálytalan. Melyik a fontosabb? Hogy valaki szabályosan közlekedik-e, vagy pedig az, hogy a gyengébbik nemhez tartozik? Ebben az esetben, és lehet egyébként, hogy ellentmondásba fogok kerülni önmagammal. Tök érdekes. Tök érdekes egyébként. Ezért jó gondolkodni. És ezért akarom, hogy ti is elmondjátok a véleményeteket odalenn, aki még itt van és nem kattintott el.
mert így fejlődik az ember, így leszel érettebb, intelligensebb, hogy beszélgetsz a társaiddal, meg ilyen helyzetekben megpróbálsz logikusan érvelni. Tehát nálam ebben a helyzetben már nem biztos, hogy számít, hogy nő vagy férfi. Ugyanakkor, hogyha visszaemlékeztek, volt egy olyan helyzet, amikor azt mondtam, hogy inkább a szabályosan közlekedőket üssük el, mint hogy a gyereket. Tehát, hogy a felnőtt gyerek helyzetnél én azt mondom, hogy mindenképp a gyereket kell kímélni. A férfi-nő helyzetnél, hogyha a nő szabálytalan, akkor már nem mondom azt. Tehát, hogy annyival nem emelném a gender különbséget följebb, hogy szabálytalanság esetén is, csak azért is a férfiakat üssük el, ha a nő szabálytalan. Én ebben a helyzetben azt mondom, hogy a szabálytalanul közlekedőket kell elütnie az autónak. Egyre nehezebb. Egyre nehezebb. Nézzük. 9/13. Tovább megy az autó egyenesen, és elüt egy kövér nőt, egy női doktort és egy átlagos nőt, vagy elrántja és neki megy a korlátnak, és ezzel megöli az autóban ülőket, akik egy férfi doktor, egy átlagos férfi, egy hajléktalan, vagy egy átlagos nő. Igen, az első esetben 3 női áldozat van, a második esetben 1. És köztük van egy hajléktalan is. Ezért nehéz ez. Most a hajléktalan emberi élet kevesebbet ér, mint a doktoré. Mert hogyha politikailag korrektek akarunk maradni, ami a mai világban rohadtul fontos, mert bármi csúnyát mondasz, már megtámadnak, hogy te rasszista, te antiszemita, te mit tudom én micsoda, akkor azt kell mondani, hogy nem. A hajléktalan ember ugyanannyit ér, mint az orvos. De felmerül a kérdés, hogy az az orvos, hogyha megmenthetné a te nagypapádat vagy nagymamádat, akkor is ugyanezt mondanád-e? Mert a hajléktalan ember, aki túléli, nem fogja megmenteni a beteg nagypapádat vagy nagymamádat, az orvos talán. És azért ez egy kurva nagy különbség, ami mellett meglehetősen nehéz elmenni. Tehát akár hülye vagyok, akár nem vagyok hülye, tök lényegtelen, azért ez számít. És ha az autó meghibásodik, ahogy korábban is mondtam, ne azok sérüljenek benne, akiknek nincs az autó. Én azt mondom, hogy az önjáró autó hajtson bele inkább a falba, mintsem, hogy elüsse a zebrán közlekedőket, hiszen az autó hibásodott meg, és igenis, ezt most kimondom, és lehet velem vitatkozni, és meg lehet győzni, hogy nem így van. A mai társadalomban, azokban a körülményekben, amikben élünk, igenis különbséget kell tennünk a hajléktalan ember és a doktor között. Tudom, hogy nem szabad, én nem tudok elmenni amellett. De lehet, hogy a faj ne tudja. Nehéz ezt kimondani, ezért szopás ez az egész helyzet. Tehát, hogy az is igaz, hogy ebben a kérdésben nem az döntött nálam, hogy hajléktalan ül az autóba. Tehát én nem azért mondom, hogy az autósok vesszenek oda, mert ott csak 3 értékes ember van idézőjelben és egy hajléktalan, hanem én azt mondom, az autó hibásodik meg, ne a járókelők szívják meg. És hagyjuk is ezt a többet ér egy doktor, mint egy hajléktalan kérdést, mert ezen még nekem is gondolkoznom kéne, és nem akarlak untatni titeket, de nem lehet amellett elmenni, hogy igenis a mai társadalomban azért nem, azért számít, hogy valaki hajléktalan vagy doktor, annak ellenére, hogy az, hogy valaki hogy lesz hajléktalan, meg miért, annak is rengeteg sok útja, módja van. De azt mondom, hogy hajtson az autó a blokkádba. Hű, nem egyszerű. Azért, hogyha nem értetek velem egyet, nem kell utálni, beszélgessünk len, győzzetek meg. Biztos mindenki másképp gondolja, és ez így van jól. De a végén, ha jól tudom, akkor meg tudjuk nézni, hogy a többséggel értettünk-e egyet. 10-es kép. Ebben az esetben vagy meghal egy... Vagy az autó belehajt a blokkádba, és meghal egy férfi orvos és egy terhes nő, vagy elüti a szabályosan közlekedőket, akik egy átlagos nő és egy átlagos férfi. Ugye most itt fölmerül, hogy ne szállj,
eddig azt mondtad, hogy ha az autó elromlik, akkor azt szívja meg, aki az autót vette, aki az autóban ül. Ne az, aki szabályosan közlekedik. Csakhogy itt most egy terhes nőről van szó. Plusz egy orvosról, ez engem annyira nem érdekel. De itt is megmutatkozik, hogy mindenkinek más számít. Tehát ha te nem így gondolod, azzal semmi baj nincsen. Mindenkinek más az értékrendje. Számomra a terhes nő az egy olyan dolog, hogy ő egy új életet hoz nekünk erre a világra, ami, akinek az az élet, az ki tudja, meggyógyíthatja a rákot. Én mindig így állok ehhez hozzá, tudom, hogy naív dolog, de lehet, hogy az a gyerek, akit ez a terhes nő megszül, az lesz az új Jézus. Vagy most mondtam valamit, most megint aki vallásos, ne vonjon erről le semmi extrát. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyenesen menjen az autó. Tudom, ellentmondásba keveredek magammal, ez nehéz. De a terhes nőt egy átlagos nő és egy átlagos férfi oltárán nem. De lehet, hogy idióta vagyok, és tényleg össze-vissza ugrálok a helyzetek között, és nem tud... Lehet, hogy kiderül a végén az, hogy ne szállj, neked nincs egységes értékrended, és minden helyzetben máshogy döntesz. Lehet. Sőt, biztos, ez be is bizonyosodik. De én azt mondom, hogy a terhes nőt viszont nem. Nem vágnám falhoz, úgyhogy egyenesen menjen az autó, és a szabályosan közlekedő férfit és nőt üsse el. Bazzeg, ez rohadt nehéz. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit fogtok szólni ez a videóhoz, hogy hányan juttok el idáig egyáltalán a videóban. Na jó, ez egy kicsit vicces. Az autóban egy kutya és egy macska ül, és vagy neki mennek a blokádnak, vagy elrántja az autó a kormányt, és elütik a kislányt, vagy a kislányt és a hajléktalant. Én állatvédő vagyok, de nálam ez nem kérdés. Tehát, hogy nem ütjük el az embert. A kutya és a macska, az kutya és macska. Én, aki ismer, de szerintem ti is, pontosan tudjátok, hogy én családtagként kezelem a kutyát, velem alszik az ágyba, becézgetem, borzasztó lenne elveszíteni Nessikét, de azért, na. Ha egyedül a kislány lenne ott, akkor is azt mondanám, hogy üsse el, ütközzön falba a kutya meg a macska. Tehát, hogy számomra ez nem kérdés. Kíváncsi vagyok, remélem meg tudjuk nézni, hogy az emberek hogy döntöttek. A többség. Na, elütjük a szabályosan közlekedő idős nőt és idős férfit, vagy elütjük a szabálytalanul közlekedő átlagos nőt és kisgyereket. Érdekes, számomra ez egyértelmű. Lehet, hogy rossz ember vagyok, nem tudom, majd megmondjátok. Számomra egyértelmű, hogy a szabályosan közlekedő idős párt ütjük el. És lehet, hogy seggfej vagyok, de bennem az van, hogy nekik már mindegy. És ezzel biztos vagyok benne, hogy ha vannak idős nézőim, nem sok, akkor vérig sértődnek, és teljesen jogos. De egy női életet és egy kisfiú életét akár szabálytalanul közlekednek, akár nem, egy idős nő és egy idős férfiért nem. Ez az én hülyeségem. Sokszor szabadkozom ebben a videóban, mert nagyon érzékeny ez a téma, tudom. Nem is tudom, hogy miért vállaltam be, de talán azért, hogy ne csak a hülyeség legyen a csatornám. Én azt mondom, hogy az idős férfi, idős nő hiába közlekednek szabályosan. És jön az utolsó dolog. Elrántjuk a kormányt, és meghal két nő, két férfi orvos és egy női orvos, vagy meghal két bűnöző, két hajléktalan és egy átlagos ember. Különbséget teszünk-e emberek között, attól függetlenül, vagy attól függően, hogy milyen a társadalomban betöltött szerepük. Volt erről szó, én jeleztem, hogy szerintem fontos, igenis fontos, nem hagyható figyelmen kívül teljesen, hogy ki milyen szerepet tölt be a társadalomban. És én vállalom, és meg lehet győzni, és lehet, hogy hülye vagyok. Én inkább elütök kettő bűnözőt, kettő hajléktalant és egy átlagos embert, mint két nőt, két férfi és egy női doktort. Nem tudom.
Nekem ez magától értetődik, nem mondom, hogy nem nehéz kérdés, egyáltalán nem, azt sem mondom, hogy nem lehet meggyőzni, hogy hülyeségeket beszélek, de ez így van, szerintem. Na, itt vannak az eredmények. A legtöbbször a gyereket mentettük meg, a kisfiút, és a legtöbbször atléta nőket ütöttünk el. Érdekes. Saving more lives. Próbálom elemezni, hogy mit látunk a képernyőn. Az, hogy több életet mentsünk meg, az nekem nem annyira fontos. Másoknak fontosabb. Tehát a mennyiség, úgy néz ki, hogy a mennyiség számomra, én nekem, Nessájnak, nem annyira fontos, mint másoknak. Ezt láthatjátok az első csúszkán, kicsit lejjebb görgetek. Én vagyok ugye a kék nyilacska, others a barna nyilacska. Tehát úgy néz ki, hogy az átlagnak többet számít az, hogy több ember életet mentsünk meg. Számomra meg inkább az ember élet minősége számít. Érdekes, érdekes. Az utasok védelme számomra kevésbé számít, mint mások számára, de itt úgy néz ki, hogy az átlag is középre helyezkedik. Ez logikus, ez célzottan el is mondtam. Tehát, hogy számomra az, hogy az autó utasa mindenképp épségben maradjon, az nem annyira fontos. Mert ha az autó elromlik, az inkább felelőssége. Nagyon, nagyon idézőjelbe beszélünk. Az autó vásárlójának, mint hogy elszenvedje az, aki az autón kívül van. Tehát, hogy ez jogos, ez célzott. Az első kérdés, hogy inkább minőségi vagy mennyiségi életet mentünk, az nem volt célzott. Az egy kicsit fura, hogy így jött ki. A törvény betartása, upholding the law, úgy néz ki, hogy azzal pontosan úgy vagyok, mint az átlag. Tehát inkább számít a törvény betartása, mint nem. Ennek örülök, hiszen azért számít, hogy tartsuk be a szabályokat. Avoiding intervention. A beavatkozás elkerülése? Igen, tehát hogy az autó elkanyarodjon-e, vagy inkább ne. Igen, úgy néz ki, hogy inkább én is arra hajlok, hogy számít, hogy az autó beavatkozzon-e. Gender preference, azaz a nemek. Nemek vonatkozása nekem jobban számít, mint az átlagnak. Tehát én inkább figyelembe vettem, hogy az áldozat férfi vagy nő, mint az átlag, de azért úgy néz ki, hogy egy olyan világban élünk, ahol még a többség azért a nőket jobban védi, mint a férfiakat. Faji preferencia, teljesen a bal oldalon vagyok, az ember-állat kérdésben, annak ellenére, és ez nagyon érdekes, hogy én tényleg az az ember vagyok, aki imádja a házi állatokat, és gyerekkorom óta szerettem volna, és most már van is, és mindent elkövetek, hogy teljes emberként legyen kezelve, azért az ember, az állat. Szerintem ezt a határt meg kell húzni. Akkor is, hogyha valaki nagyon szereti az állatokat. És az állatoknak kell igenis jogot adni, és nem lehet az állatkínzást engedni, és letöltendő börtönnel bazd meg, Kubába exportálnám az összes olyan faszkalapot, aki kínozza az állatokat, de akkor is azért, hogyha arról a helyzetről, ilyen helyzetről van szó, emberélet, állatélet azért nem ugyanaz. A koreloszlás. Úgy néz ki, és ezt vállaltam is, hogy én teljességgel bal oldalon vagyok, a fiatalokat, a gyerekeket sokkal többre értékelem egy ilyen szituációban, mint az időseket, én ezt vállalom. És azt hiszem, hogy ezzel együtt tudok élni, ez tudatos. A fiatal életek védelme az idősekével szembe szerintem fontosabb. Fitness preference. Ez érdekes. Azt írja, hogy a kövéreknél vagyok teljesen. Large people-nél. Én szerintem próbáltam úgy válaszolni, hogy ez nem számít. Valószínűleg azért rakott engem a jobb oldalra, mert nem vettem figyelembe, hogy valaki fit vagy kövér. Úgyhogy itt az átlagtól teljesen eltérő vagyok. És a social value, tehát hogy mennyire értékelem a társadalomban betöltött helyet, az nálam teljesen a bal oldalon van, tehát hogy nagyra értékelem, a többség is értékeli, de nem annyira, mint én.
Érdekes, elég szélsőséges eredményeket kaptam. De ennyi volt a Moral Machine. Ez egy hosszú videó lett, és tudom, hogy kevesebben fogják megnézni, mint az idióta játék videókat. Remélem, hogy senkit nem bántottam meg, nem ez a célom. A célom az, hogy ilyen fontos kérdésekről is beszélgessünk egy kicsit, és én mindig annak a híve voltam, és most is annak a híve vagyok, hogy a beszélgetés fontos. Én nem mondom, hogy nekem igazam van, és nektek is azt mondom, pláne akik fiatalabbak, ne fogadjátok el azt, hogy most a Nessai ezt mondta, akkor igaza van. Nem, ez nem így van. Ha te másképp gondolod, mint én, teljes minden jogod megvan hozzá, és sose fogadd el vakon, amit más mond neked. Akkor se, ha videós, ha híres ember, ha miniszterelnök. Nem, senkinek nincsen jobban igaza, mint neked. Legyen egy saját véleményed, legyenek saját értékeid, és beszélgetés útján el lehet jutni a közös nevezőre azokkal is, akiknek más a véleménye. Úgyhogy jöhet le a hozzászólásokba a ti véleményetek kulturált formában, de mindenképpen azt mondom, hogy akár videós, akár ki, a kedvenc videósoktoknak sincs mindig igaza. Lehet más véleményetek, és legyen is, legyen saját véleményetek. Ez a tanulság, hogyha van a mai videónak. Töltsétek ki ezt a tesztet, a linket lerakom a leírásba, és majd döntenek az önjáró autók, hogyha eljutunk odáig. Ha szerintetek fontos, hogy ilyen témájú videók is legyenek, akkor mindenképp dobjatok egy lájkot. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha végignézted a videót. Ha tetszett, akkor bátran iratkozz föl, és találkozunk legközelebb is, valószínűleg már egy kicsit könnyedebb témában. Én még mindig Nessai vagyok, drága pingvinek, legyen szép napotok! Na, szevasztok!